Williams Televízió. A Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Ceglédi tankerületéhez tartozó Pest megyei pedagógiai szakszolgálat 2013-ban létrejött üllői tagintézményéhez Vecsés, Ecser, Maglód és Üllő települések pedagógiai szakfeladatai tartoznak. Az itt dolgozó szakemberek többi között korai fejlesztéssel, nevelési tanácsadással, logopédiai ellátással és tehetséggondozással is foglalkoznak. A mai vizsgálat az a iskolának a bebutalójával történt. Ez egy szakközépiskolás lány, Budapestről érkezett a Raoul Wallenberg szakközépiskolából. Matematika tanulási nehézség miatt és helyesírás felmentést indokolt az iskola, hogy szeretnék, hogyha megkapná ezt a nagylány. Kovásné Rózsavölgyi Ágnes gyógypedagógus és József Éva megbízott tagintézmény igazgató a helyben lefolytatott egyik vizsgálat tapasztalatairól egyeztet, a tagintézmény vezetője pedig az aktuális feladatokról, a szakfeladatokról, valamint a személyi összetételről is részletesen tájékoztatja televíziónkat. 2013. szeptember 1-jével megalakult a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat, amely 19 tagintézményt foglal magában. Ezek a tagintézmények járási szinten működnek, így mi helyileg ülön működünk, és vecsési járásban látjuk el a szakszolgálati feladatokat. Hát ide tartozik Maglód, Ecser, Vecsés és Üllő. Ceglédi tankerülethez tartozunk, a KLIK fenntartás alá tartozunk, és Üllőváros önkormányzata működtet minket. Itt azért szeretném kiemelni és megköszönni egyben Üllőváros polgármesterasszonyának és képviselőtestületének, hogy működtetnek minket, hiszen így lehetett biztosítani azt, hogy 2012. január 1-je óta zökkenőmentesen tudunk működni. Mivel így több településről van szó, és 2012. január 1-jéig csak Üllőváros szakfeladatait láttuk el, ettől kezdődően pedig hát a munkateher az jelentősen megnőtt, a gyerek létszám jelentősen megnőtt, viszont a pedagógus létszám az pedig maradt, sőt, hát sajnos azt tudom mondani, hogy a szakszolgálatból igen erős a munkaerő elvándorlás. Ennek különböző okai vannak, és hát a legnagyobb problémánk az, hogy kevés a szakember. A szakszolgálat esetében mindenféleképpen fontos, hogy miért létezik, ez pedig a feladatok, illetve a szakfeladatok jelentik. Milyen feladataik vannak jelenleg, illetve általában a rendeltetés szerint? A köznevelési törvény rendelkezik a pedagógiai szakszolgálat feladatairól. Azt mondja a köznevelési törvény, hogy a pedagógiai szakszolgálat segíti a szülők, pedagógusok nevelőmunkáját és a nevelési oktatási intézmények munkáját. Hát azt gondolom, hogy ettől azért sokkal többről van szó. 10 pontban felsorolja a köznevelési törvény a szakfeladatokat. Ez a korai fejlesztés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, szakértői bizottsági tevékenység, tehetséggondozás, pályaválasztási tanácsadás. Lehet, hogy nem soroltam most mindet fel, akit érdekel az a köznevelési törvényben, ezt megtalálja. Jelenleg ezek közül a logopédiai ellátást, a nevelési tanácsadás szakfeladatot, szakértői bizottsági tevékenységet és a korai fejlesztést tudjuk ellátni. Ez rengeteg feladat nekem így első blikre, gondolom ehhez megfelelő szakképzettségű munkatársak, kollégák szüksége eltetnek. Milyen most a személyi összetétel a pedagógiai szakszolgálatnak? Igen, valóban ehhez jól képzett szakemberekre lenne szükség. Akik nálunk dolgoznak, azok természetesen rendelkeznek is ezzel a szakképesítéssel, viszont számszerűleg nagyon kevesen vagyunk. Jelenleg 8 pedagógus munkakörben foglalkoztatott látja el a szakszolgálati feladatokat. Munkánkat segíti egy szakszolgálati titkár és egy pedagógiai asszisztens. A köznevelési törvény szerint a minimum létszámunk 29 főben van meghatározva. Hát ehhez képest ugye 8 fővel látjuk el, ez körülbelül 26%-os lefedettséget jelent az ellátásban.
Most éppen áprilist írunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok feladatuk van, hiszen itt van a óvodába iratás, itt van az iskolába iratás feladatai, ezzel kapcsolatos vizsgálatok. Ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy ilyenkor megnövekednek a szakszolgált feladatai. Igen, az iskolai érettségi vizsgálatok még most is zajlanak. Most már a vége felé járunk, de ez is igen, ez egy nagy feladat volt. Azon kívül most valamilyen oknál fogva szakértői vizsgálati kérelmek is megszaporodtak, úgyhogy valóban nagyon sok munkánk van. William.